7 alkalmazottal családias légkörben folyik a munka az Ódorfém megmunkáló Kft. Tamási telephelyén. A nyugat-európai autóiparban tapasztalható visszaesést valamelyest itt is érzik, még ha közvetlenül nem is oda gyártják a termékeiket, de fel sem merül, hogy a pillanatnyi recesszió miatt megváljanak valamelyik dolgozójuktól, sőt, elhivatottan végzik a szakmunkás tanulók gyakorlati oktatását, mert a szakmai utánpótlásra szükség van. A mostani kollégák többsége is valamikor itt tanulta a szakma alapjait. Az Ódor Kft-t édesapánk alapította még a 90-es évek elején. Ez egy családi garázs cég volt gyakorlatilag. Otthon garázsból, majd újabb garázsba kerültünk, és ott gyarapodtunk, ott még hagyományos gépekkel. És a 2002-2003-ban költöztünk ide, akkor építettük ezt a műhelyt, és itt már akkor alkalmaztuk az új CNC technológiákat. Az Ódor Kft. Fémforgácsolással, illetve hegesztéssel, hegesztéstechnikával foglalkozik. A termékeink az eléggé komplexek. Az egyszerű forgácsolt alkatrésztől úgymond az összetett, tehát a hegesztett, illetve előmunkált alkatrészek gyártása, illetve még a felületkezelést is itt egy testvércéggel meg tudjuk oldani a másikban. Először zömében hazai piacra gyártottunk, és miután kiköltöztünk ide, akkor kezdtünk el külföldi piacra is gyártani, de gyakorlatilag nem válogattunk sose a munkákból, amit a gépparkunk és a képességeink megengedtek, azt mindig elvállaltuk, legyártottuk, ezáltal tudtunk fejlődni. Zömében mindig önerőből fejlődtünk, nagyon, nagyon kevés példa volt arra, hogy mondjuk külső segítséggel kelljen fejlesztenünk a vállalkozásunkat. Édesapánk a tavalyi haláláig egészen aktív részese volt a cég életének, és az ő segítségével tudtuk igazából felépíteni ezt, mindezt közösen. Ezáltal jellemző is itt a családias hangulat. Itt az alapgépektől, tehát a hagyományos csúcsesztergáktól, a hagyományos marógépektől, a modern CNC számítógépvezérlésű esztergákig, marókig megtalálható nálunk minden ilyen gép. Az Ódor Kft. Kifejezetten jó viszonyt ápol a szekszárdi szakképzési centrummal, miután a szakmunkások gyakorlati oktatására kifejezetten nagy figyelmet fordítanak. Ódor Géza Gábor, a cég egyik ügyvezetője, aki egyébként maga is esztergályos mester, úgy látja, jó volna, ha a diákok több időt töltenének a szakma tényleges elsajátításával. Azt szeretnénk, hogy egyre több gyakorlati óra legyen a diákok számára, így könnyebb lenne ugye a szakmát úgymond neki tanítani, és az utánpótlás az általában nálunk úgy van, hogy a jó képességű tanulók azok vissza is jönnek dolgozni, illetve itt fogjuk őket, a saját szánk íze szerint képezzük ki őket. Valamelyik jobban fogható erre a dologra, valamelyik kevésbé. Hasonlókat mondtak korábban a Dunaföldváron működő Váradi Metál Kft-nél. Jónás Árpád, a cég gyakorlati oktatás vezetője is a gyakorlati idő növelésében látja a még hatékonyabb oktatás alapját. Kevés a gyakorlati idő, hogy tudnánk ezt jobban kibővíteni, főleg az első osztályba, akik bekerülnek a szakképzésbe, hogy azoknak több olaszámba tudnánk a gyakorlati képzést adni. Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja úgy látja, a jövőre induló évfolyamokon már lesz mozgásterük ebben a kérdésben. 2020. szeptemberétől induló évfolyamokon, amik már ugye az új szakképzési törvény szerint indulnak el szakképző évfolyamok, ott kifejezetten a cégek és az iskolák együttműködésén fog alapulni az, hogy mennyi lehet az a nem is gyakorlati időnek hívnám, hanem szakmai képzési idő, amit egy cégnél eltölthet a tanuló. És miért van az, hogy ez tulajdonképpen a cégek igényének tud megfelelni? Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a képzési programot úgy kell összeállítani nekünk is, és az iskoláinknak is, hogy az a gazdaság igényeit szolgálja. Lehetőség van arra, hogy a cégekhez teljes mértékben kikerülhessenek a tanulók, akár az elméleti képzés idejére is, hogyha ezt egy cég tudja vállalni. Így lehetőség van arra, hogy a közismereti képzésen kívüli időszakban akár teljes egészében a cégnél tudjanak lenni. Nagyon fontos, hogy lehetőségünk lesz arra,
a jövőt tekintve és a szeptembertől induló évfolyamokat tekintve pedig különösen, hogy tömbösítsünk oktatási témaköröket, oktatási időszakokat, így lehet összerakni olyan hosszabb időtartamot, amikor már a tanuló a duális képzési partnernél tud lenni. A tanulók által is használt gépek beszerzése egyelőre még a képzőcégek feladata marad. Arra Tolna megyében minden gyakorlati oktatással is foglalkozó vállalkozásnál, ahol jártunk, nagy figyelmet fordítottak, hogy a lehető legszélesebb palettát meg tudják mutatni a fiataloknak, sőt használni is tudják. Ezek beszerzéséhez viszont segítséget eddig nem kaptak a cégek, és hogy ez változik a jövőben, azt egyelőre nem tudni. A jelen pillanatban, amit látunk és amit tudunk, az az, hogy ugye a finanszírozási rendszer is meg fog majd változni. Ennek a pontos részleteit jelenleg még nem ismerjük. Ugyanakkor az biztos, hogy minden tanulóképzése pénzbe kerül mindenkinek, erre nyilván a cégeknek is áldoznia kell, és mi magunk is áldozni fogunk rá. A pontos részletekről még jelen pillanatban nem tudok. Az viszont már most tudható, hogy a képzési területen működő valamennyi céggel keresi a kapcsolatot a szakképzési centrum, és akár a kis létszámú szakember igényeket is igyekeznek kielégíteni, vagy abban közreműködni. Az élethosszig tartó tanulásról kell ebben az esetben beszélni. Azt gondolom, hogy nagyon szigorúan ketté kell választani két dolgot. Az egyik a fiataloknak a képzése, és itt fiatalokon azokat a 14-23-24 éves fiatalokat értem, akár fiatal felnőtteket is, akik az iskolában fognak, illetve a duális képzőpartnereket képzést végezni. Ebben az időszakban ezek a technikumok, illetve a szakképzőiskolák, ebben az időszakban a tanulók alapszakmákat sajátítanak el. Az alapszakmák, azok széles alapozásúak, tulajdonképpen arra is készítik, vagy készítjük majd a fiatalokat, hogy minél gyakrabban tudjanak, ha szükséges, váltani. Hiszen jelenleg nem is látunk nagyon sok olyan szakmát, ami elkövetkezendő 5-10 évben meg fog jelenni. A másik része a képzésnek pedig az, hogy a felnőttek képzése egy más típusú gondolkodás mentén lehetséges. Ugye lehetnek olyan speciális képzéstípusok, mint az előbb említett mondjuk motorcsónakszerelő, ahol az alapképzés az teljesen egységes lehet, hiszen az autószerelő vagy egy autóvillamossági szerelő az ugyanolyan feladatokat lát el alapjait tekintve, mint egy vízi járművel foglalkozó ember, viszont mindegyiknek megvannak a maga specialitásai. Az alapokat tudjuk egy iskolában megadni, a specialitásokat tudjuk felnőtt képzésbe vinni. Ezek azok a rugalmas lehetőségek, amikkel a cégek is tudnak élni. Nagyon sok esetben tudunk úgy is szervezni képzést, hogy ahol igény jelenik meg, arra tudunk válaszolni, arra vagyunk hajlandóak válaszolni, és hát ezek a válaszok, ezek úgy jöhetnek, úgy készülnek és úgy fogalmazódnak meg, hogy ebbe bevonjuk az adott céget, akinek az igénye megjelenik. Azaz adott esetben az ő infrastruktúráján, az ő szakemberei segítségével és a mi tudásunkat együtt alkalmazva tudunk képzéseket csinálni. Körülbelül így lehet most az igényekre válaszolni. Az együttműködésre hajlandó cégeket folyamatosan keresi a Szekszárdi Szakképzési Centrum. Két olyan kollégánk dolgozik a szakképzési centrumban, akik folyamatosan szinte napi szintű kapcsolatban vannak a kisebb-nagyobb cégekkel. Bonyhád Dombovár Tamási térségében dolgozik egy kollégánk, illetve Szekszárd térségében, Szekszárd Paks Dunaföldvár térségében egy másik kollégánk. Ők az ő feladatuk az pontosan az, hogy tartsák egy operatív kapcsolattartást végezzenek a cégek felé, és felmérjék azokat az igényeket, amelyek megjelennek. Nyilván nem tudnak eljutni, és nem jutottak el az elmúlt rövid időszakban, amióta ők munkába álltak még mindenkihez, de hát minden feladatuk az, és e köré van a feladatuk is csoportosítva, hogy először a nagyobb munkáltatókat, aztán haladunk a kisebb munkáltatók felé is felkeressék, de nagyon szívesen állunk minden vállalkozó, minden vállalkozás rendelkezésére, ha igényként képzési igény jelenik meg részünkről. Az első években nyilván vizsgázik majd az új
rendszer is, a szabályozást viszont csak a jogalkotó változtathatja majd meg. Hát én azt gondolom, hogy ez egy jogalkotási kérdés. Ez nem szakképzési centrum kérdése. A szakképzési centrumoknak a felelőssége abban áll, hogyha esetleg olyat tapasztalnak, ami a szabályozásban egy pici pontosításra szorul, akkor azt kell nekünk jelezni, és nyilván a jogalkotó az, aki ezt a szabályozási, amennyiben szükséges szabályozási korrekciót el tudja majd végezni. Az, hogy ez mennyire komoly, ezt én azt gondolom, hogy már több olyan projekt jelzi már, amik elindultak, hiszen mondjuk orientációs évfolyam, ami arról szól, hogy a tanulóknak, akik még nem tudják eldönteni, hogy pontosan milyen ágazatban, milyen irányban szeretnék a képzésüket majd végezni, őnekik orientációs évfolyamot biztosítunk. Az orientációs évfolyam jelen pillanatban pilot projektként működik, és ez a pilot projekt ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az országban 6 iskolában van ilyen jellegű egyedi engedéllyel indított képzés. Nálunk a Szekszárdi Centrumban 2 helyen, Pakson, illetve Dombováron van egy-egy iskolánk, ahol ilyen képzés folyik. Most ezekben az iskolákban és ennél a képzésnél tulajdonképpen a pilot azt jelenti, hogy végigcsinálunk egy teljes tanévet, aztán meglátjuk azt, hogy beszámolunk, és menet közben folyamatosan monitorozzuk a tevékenységet, beszámolunk a jogalkotó felé, hogy mit tapasztaltunk, mit láttunk, és ők is konzultálnak velünk folyamatában. Így készül majd el a végső szabályozás erre, de hát ez csak egy példa volt, ami jelen pillanatban működik már. Az új szakképzési törvény gyakorlati életbelépéséig még rengeteg a feladat. Nagyon várjuk, hogy megjelenjen a végrehajtási rendelete a szakképzési törvénynek, ami bízom benne, hogy nagyon rövid időn belül kormányrendelet formájában meg is tud jelenni, meg fog jelenni. Ezt követően kell a képzési programjaikat összerakni, az intézményi életet úgy szervezni, adott esetben pontosítani, átszervezni, hogy az már az új szabályozási környezetnek feleljen meg. Folyamatosan fel kell építsük, ahogy már elkezdtük a kapcsolatépítést a cégekkel, a vállalkozásokkal, és hát természetes módon minél erőteljesebb orientációs tevékenységgel el kell jussunk egy nagyon-nagyon széles réteghez, ők a szülők, fiatalok, diákok, általános iskolás pedagógusok. Ez a munka is már elkezdődött, de hát még itt is van sok feladatunk.